Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 14-e kedd van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A történelmi jelentőségű Schumann nyilatkozat évfordulója alkalmából Győrben is az Európai Uniót ünnepelték. Különleges kiállítás az Árkádban, 34 ízig vérig fantasztikus nő portréja köszön vissza a földszinten látható képekről. Az építészeti oktatáson belül is fontos a tehetséggondozás. Évek óta tübörög a HILD Technikum bármegújító szakköre. Minden évben május 9-én vagy egy ahhoz közeli időpontban Európát és az Európai Uniót ünneplik kontinensszerte. Ez a nap a történelmi jelentőségű Schumann nyilatkozat évfordulója. Robert Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-én vázolt fel egy új politikai együttműködést Európa számára, annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja, ezt ünnepelték kedden Győrben is. Több száz diák gyűlt össze kedd délelőtt az egykori megyeháza előtti téren az Európa napra. A csapatok megkapták a szükséges információt, és három korosztályban elkezdődött a vetélkedő. Minden évben megünnepeljük az Európa napot. Itt most 400 gyermek fog vetélkedni, mintegy 30 csapat vesz részt ezen a programon. A győri belvárosban fognak különböző feladatokat megoldani egy vetélkedő során, amik az Európai Unióval kapcsolatos ismeretekre kérdeznek rá. Természetesen ilyenkor nem csak az ismeretről lehet számot adni, hanem tudást is lehet gyűjteni. Németh Zoltán kitért arra is, hogy az Európai Unió alapeszméi sokat változtak az elmúlt évek során. Mindig ambivalens érzés van bennem, amikor az Európai Uniós csatlakozásunkról beszélünk. Most ugye 20 éves évfordulóját ünnepeljünk ennek, és ugye az Európai Unió tulajdonképpen egy béke szervezetként jött létre, hiszen a gazdasági együttműködés erejével gondolták azt az alapítók, hogy ezzel mindig békét lehet teremteni, és ennek ellenére most itt jó néhány évvel később pedig gyakorlatilag az Európai Uniós vezetők között a háborús retorika az egyre gyakoribb, és tulajdonképpen egy ilyen háború pártiságba kezd ez átváltozni, de ugyanígy beszélhetünk arról is, hogy nagyon vágytunk arra, hogy nyíljanak meg a határok, legyen szabad a közlekedés, és most azt tapasztaljuk néhány évvel később, hogy az Európai Unió belső határai le vannak zárva, és sokszor átjárhatatlanok, vagy nehezen átjárhatók az Európai Uniós polgárok előtt, ugyanakkor bárki, aki az Európai Unión kívülről érkezik, iratok nélkül, pedig szabadon közlekedhet az Európai Unióba, hiszen korlátlanul engedik be a különböző bevándorlókat. Az idei Európa napot ebben az évben is a Europe Direct szervezte meg, változatos, érdekes feladatokkal. Nem csak EU-s ismeretekről szóltak a kérdések, hanem jól jött, ha a tanulók a győri híres emberekkel kapcsolatban tájékozottak voltak. Európa nap kapcsán a Europe Direct iroda minden évben szervez vetélkedőt általános és középiskolás diákoknak, ez így van idén is, ugye a mai napon. És minden évben más-más programmal készülünk a diákoknak. Az idei versenynek a témája az Magyarok Európában, híres magyarokról lesz majd szó. És ahogy végigjárják az egyes helyszíneket a diákok, találkoznak majd magyar szentekkel, törökverő magyarokkal, feltalálókkal, művészet, zene, színház képviselőivel. Úgyhogy egy ilyen érdekes képet kapnak a helyi hírességekről, illetve magyar hírességekről. A szórakoztató, ismeretterjesztő vetélkedőn a résztvevők tudásukat is szélesíthették. A legjobb csapatok az eredmény hirdetésen pedig finom és értékes nyereményeket kaptak. Május 6-án lezárult az aláírásgyűjtés az önkormányzati és európai parlamenti választásokra. Mivel a jogorvoslati időszak is véget ért, így már végleges, hogy Győrben 7 polgármester jelölt indul, a közgyűlésben pedig a polgármesterrel együtt 22 mandátumot szerezhetnek meg a jelöltek. A választás.hu oldal adatai alapján 7 jelölt közül választhatnak a szavazók polgármestert Győrben. Június 9-én a 15 választókerületben pedig összesen 107 képviselő jelöltre lehet leadni a voksokat. Kompenzációs listával 7 jelölő szervezet rendelkezik. A végleges választási jelölteket, vagyis minden polgármester és képviselő jelöltet név szerint megtalálhatnak a Győr Plusz weboldalára készült összefoglaló írásban.
Különleges kiállítás nyílt még pénteken a győri Árkád bevásárlóközpontban. 34 ízig vérig fantasztikus nő portréja köszön vissza a földszinten található állványokról. Azoké a csodanőké, akiket idén jelöltek a harmadik alkalommal meghirdetett Wonder Woman Győr díjra. Egyúttal fotókon láthatjuk azokat az értékes hölgyeket is, akik saját munkájukkal sokat tettek azért, hogy ebben az esztendőben is megvalósulhasson a példaértékű kezdeményezés. Egy szokásosan induló péntek délután a régió legnagyobb bevásárló központjában a zene mellé még kiállítás is jár az Árkádba látogatóknak, hiszen a centerben nyílt meg a harmadik alkalommal meghirdetett Wonder Woman díjra jelölt hölgyek portréiból összeállított tárlat. Közülük az egyik a polgármesteri főbiztos is büszke a kezdeményezésre és az Árkáddal való együttműködésre. Évek során kialakult valami az Árkád Győrben, méghozzá az, hogy igazán beolvadt a győriek életébe a bevásárlóközpont, és mondhatjuk azt, hogy egy fantasztikus kiállítótér lett, már csak azért is, mert itt a hátam mögött láthatnak nagyon szép hölgyeket, és nagyon intelligens, és nagyon okos, és nagyon, hogy is mondjam, szorgalmas, és édesanya, és mit tudom én, milyen szerepeket mondhatnék még, de hát nem mondom, mert ők a csodanők, akiket itt láthat mindenki a kiállítás során. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én is itt állhatok, meg rajta lehetek a kiállítás képein, és képzeljétek el, hogy ez a Wonder Woman csoda, a csodanők csodája nem jöhetett volna létre anélkül, hogy néhány hölgy össze nem fogott volna, és megalkotta volna ezt a csodát. De már pedig megalkották ezt a csodát. A hétköznapi csodanők felhívásra első alkalommal 18, tavaly 28, idén pedig már 31 jelölés érkezett. Az akció azokra a dolgozó nőkre, anyákra, társakra, segítőkre hívja fel a figyelmet, akik nap mint nap csodát tesznek környezetükben, családjukban, Győrben. A házigazda is gratulált a jelölt bemutató kiállításhoz. Ennek a rendezvények és kezdeményezésnek a fő témája az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás. Mind-mind olyan dolgok, amik nagyon hajtják és viszik előre a társadalmunkat jelenleg. És különösen a második az, ami nekünk is fontos. Gyakorlatilag a mindennapos működésünkben és a következő rendezvényeink, megmozdulásaink során is a társadalmi felelősségvállalást igyekszünk szem előtt tartani. Igazából én nem csak a saját nevemben beszélek, hanem szeretett mondani a csapatomnak is, és a bérlőpartnereinknek is, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna ma itt létre. És utána pedig az itt kiállított hölgyekhez szólnék, akiknek teljes szívből gratulálok. Azt gondolom, hogy már az is nagyon nagy dolog, hogy jelöltként itt vannak, és kikerült a fotójuk ide az Árkádba. Szóval tényleg legyenek büszkék nem csak arra, hogy itt kint vannak, hanem magára a teljesítményre, amiért jelölt státuszt kaptak. A különleges tárlat május 22-ig tekinthető meg, szavazni pedig május 26-ig lehet a csodanőkre. A díjkiosztót is május végére tervezik a szervezők, amelynek helyszíne a Zicsi Palota varázslatos kulisszája lesz majd. Az építészeti oktatáson belül is fontos a tehetséggondozás. Jól tudják ezt a Hild József építőipari technikumban. Az intézményben néhány elhivatott tanárnak is köszönhetően már évek óta működik egy úgynevezett vármegújító szakkör, amely látványos eredményeket produkált az elmúlt időszakban. A technikum igazgatója büszke rá, hogy sok diákot sikerült megszólítani a vármentési projekttel, amivel kapcsolatban a műemléki világnaphoz kapcsolódva egy tárlatot is összeállítottak, bemutatva a szakkör eredményeit. Látványos képek, fotók és 3D-s felvételek, amelyeken mind-mind különböző várak szerepelnek. A Hild Technikum valósággal bevette a Széchenyi téri apátúrházat, ahol kiállításon mutatkozott be az évek óta működő vármegújító szakkör. A Hild iskola
nagyon régóta tehetséggondozással foglalkozik, tehetséggond is vagyunk, minősített tehetséggondozó műhely, és ehhez kapcsolódóan az építészeten belül mindig keresünk olyan területeket, ahol azok a gyerekek, akik érdeklődnek és pluszba érdeklődnek a tananyagon felül, tudják a tehetségüknek és az érdeklődésüknek megfelelő épületeket, ismereteket megszerezni. Szerencsére ehhez vannak olyan tanáraink, akik érdeklődnek és tudják vinni a gyerekeket, és azt a lelkesedést, amivel ők rendelkeznek, és azt a szakmai tudást át tudják adni, és ezzel a diákokat is magukkal tudják vinni, magukkal tudják ragadni. Most itt konkrétan a múzeum épületben a Műemlékvédelmi Világnapra, április 18-ára nyílt egy kiállításunk, egy konferenciát is szerveztünk hozzá, ahova nagyon-nagyon nagy örömömre országosan, sőt nemzetközileg is elismert szakemberek jöttek, és ők tartottak előadást, teltházas előadást, azt kell, hogy mondjam. És mi most ezen a kiállításon vagyunk, amit a diákjaink csináltak, jelenlegi diákjaink, illetve volt diákjaink. A vár megújítás rengeteg diákot fogott meg az elmúlt időszakban, de ez még kevés lett volna a különleges szakkör bámulatos siker történetéhez. Két tanár is rendkívül elhivatott a vár témában, ők a sorozat igazi mozgatórugói. Nekem a hobbi szenvedélyem az a régészkedés, és innen jön a vár szeretet is, és próbálom a diákokat ebbe valamennyire bevonni, és ezt a szeretetet átadni, és hogy a épített örökségeinket próbálják megóvni, megvédeni. Az elmúlt 10 év alatt megfordultunk, elsősorban 3 nagy projektünk volt. Az egyik az a vértesegységbe található Vitányvár volt, akkor a Balaton felvidéken Zádorvára, és a legkitartóbb projektünk a Szádvár volt, ahol az itt működő egyesületekkel jó kapcsolatokat ápolunk, és ők gyakran hívnak minket akár régészkedésre, akár vármentés egyéb elfoglaltságaira, például a falak kibontása az erdőből, a falak megóvása, a kőpakolás, adott esetben falazás segítése. Például Szádvár az belekerült a nemzeti vármentési programba, és ezt a vármentést a mi hathatós munkánk is segíti, hogy megvalósulhasson. Elődolgozunk ennek a vármentésnek. Vonzottam az építészet iránt, de mindig is a történelem iránt, meg az építés történet és a különböző korszakok stílusai iránt. És amellett, mivel rengeteget túráztam már a szüleimmel is, és azóta is folyamatosan, ezért a várak és a vártúrák már az életem része voltak korábban. És itt találkoztam egy olyan kollégával, Fűrés János oktatóval, akinek szintén hasonló érdeklődési köre és szenvedélye a várak kutatása és felkeresése. Úgyhogy ebből indult azt, hogy azt az végeredményt hoztuk ötletelés során, hogy hát akkor alakítsunk a Hildben egy műemlékkutató szakkört, és próbáljuk bevonzani azokat a tanulókat, akik érdeklődnek a várak, váromok, kastélyok iránt, és szeretnek túrázni is valamennyire. A diákokat nem véletlenül járnak éppen a Hildbe, természetesen nagyon érdekli az építészet, de sokakat a történelem is megfogott, így aztán népszerű is a műemlékkutató szakkör. Én ebbe az egészbe 2 éve kerültem bele, amikor a tanáraink meghirdettek egy kirándulást Szádvárra. Gondoltam, hogy hát rossz csak nem lehet, páran barátokkal összebeszéltünk, aztán elmentünk. És itt kezdődött minden. Itt elmentünk, végészkedtünk, megszerettük, aztán utána eljártunk szakkörökre, jobban megismerkedtünk az egésszel, és azóta folyton visszajárunk Szádvárra és máshova is, ahova éppen szerveznek kirándulást. A természet is nagyon szép, és ilyenkor mindig sokat sétálunk, és a várban nyilván az építészete is érdekel, de nagyon jó felfedezni azt, hogy a múlt, hogy ér össze a jelennel, és esetleg megy tovább a jövőbe. A Műemlékvédelmi Világnapra készült érdekes kiállítás most állandó bemutató helyet keres Győrben. Tagjai ugyanis azt szeretnék, ha a városba érkező turisták is megismerhetnék, milyen értékes, értékmentő munkát végeznek a hildesek. Regionális Európai Uniós Vállalkozásfejlesztési Információs Napot tartottak Győrben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkársága szervezésében. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plus ismeretterjesztő rócsójára az érdeklődő vállalkozásokat és szervezeteket az előző programozási ciklus sikeres projektjeinek bemutatásával és a jelenlegi pályázati lehetőségek bemutatásával várták.
Pódium beszélgetéssel kezdődött a napokban az információs nap, amit Győrben tartottak. A Nemzetgazdasági Minisztérium országjáró roadshow-t indított, ami egyszerre segíti a nemzetközileg sikeres magyar vállalkozások kialakulását és a vállalkozói réteg stabil működését. Az elmúlt évek válságkezelési időszaka után gazdaság növelési fázis következik, ennek eszközeként fokozottabban kell biztosítani a vállalati szektor megfelelő forrás ellátottságát. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz indulásáról, illetve annak tartalmáról adunk információkat mindazoknak a vállalkozóknak, szervezeteknek és egyéb érdeklődőknek, akik érintettek lehetnek különböző felhívásokban, akik úgy gondolják, hogy szeretnének pályázni versenyképességi gazdaságfejlesztési forrásokra, európai uniós forrásokra, és hogyha az ő elképzelésük találkozik a pályázati lehetőségekkel, akkor itt nálunk ezeket az információkat bővebben mélyíthetik is, és meg is kaphatják, és hasznos tanácsokat is tudunk adni számukra, hogy miként érdemes pályázni. A szakmai programok mellett az érdeklődők tájékoztatást kaptak a 2014-20 közötti GINOP támogatások regionális eredményeiről, sikeres projektjeiről is. Emellett szó esett a 2021-27-es időszak GINOP-ot érintő változásairól is. A közvetítő hálózatot is újra meg kellett pályáztatni egy közbeszerzés keretében, ez most már lezárult. MFB plusz pontok lesznek most már ebben az időszakban a korábbi MFB pontok helyett, tehát egy plusz jellel ellátott matricát kell majd keresni az ügyfeleknek. Különböző egyéb forrásokat is be fogunk majd vonni, nem csak a már korábban meglévő forrásokat, hanem ezt az úgynevezett RRF helyreállítási alapforrásai is rendelkezésünkre fognak állni, és hát ebből készítjük elő azokat a programokat, amiket meg fogunk majd hirdetni. Az MFB első új terméke március 28-án jelent meg, egy technológiai fejlesztéseket célzó hitelprogram. Április 30-ától lehet az MFB plusz pontokat beadni, 155 milliárd forint keretösszegre lehet pályázni. Minimum és maximum is van egy-egy pályázónak, 10 millió forint minimum, 100 millió forint maximum az a hitelösszeg, amire majd pályázni lehet. Hát reméljük, hogy a feldolgozó iparnak és egyéb iparágaknak a igényeit is majd ez jól ki fogja tudni szolgálni. Ugye elsősorban a KKV-k azok, akik hozzánk pályázni tudnak, a hitelösszeg is ennek megfelelően került kialakításra. Az elmúlt időszakban, a 14-20-as időszakban is azt lehetett látni, hogy ebbe a 10 és 100 millió forint közötti hitelösszegbe esett az átlag hitelállománynak a nagy része, amit az ügyfelek igénybe vettek. A rendezvényen a szakmai programok mellett személyes konzultációra is lehetősége volt az érdeklődőknek. A GFP információ szolgáltató és partner kapcsolati főosztály szakemberei álltak a vendégek rendelkezésére. Nagy sikerű úgynevezett kísérletbazárt szervezett közösen a Mobilis Innovatív Élményközpont és a Széchenyi István Egyetem. Az esemény lényege az volt, hogy a közép- és általános iskolás diákok a természettudományos témakörök mentén olyan innovációkat, iskolai kísérleteket mutassanak be standokon, amelyek a különböző természettudományokhoz köthetőek. A Mobilisben több standon versenyeztek egymással a leendő tudósok, akikhez iskolás csoportok érkeztek, nekik kellett bemutatni és elmagyarázni a kísérleteket. Benedvesítem az ujjam, és így elkezdem csúsztatni. Hallhatják is, hogy hangot ad, mivel az ujjam megáll a pohár szélén, és ez így rezgésbe hozza. Azt is bemutatták, miként esik le a pénzérme a pohár széléről anélkül, hogy hozzányúlnánk. Egyszerű, olykor hétköznapi eszközökkel megálmodott kísérletek, de egészen komoly találmányok is bemutatkoztak a Mobilis és a Széchenyi István Egyetem Kísérlet Bazár nevű eseményén a közelmúltban. Ennek az a lényege, hogy diákcsapatok, tehetséges középiskolások jönnek, kísérleteznek, bemutatják az iskolai projekteket érdekes, interaktív módon, és mindeközben standokon ugye zajlanak ezek a nagyon jó pofa bemutatók, közben iskolás csapatokat várunk, akik bebarangolják a Mobilisben felállított standokat, megnézik ezeket a tehetséges projekteket, diákcsapatokat, és akkor így igazából kicsik, nagyok, általános iskolások, középiskolások együtt okosodnak, és a tudományt próbáljuk népszerűsíteni. A közép- és általános iskolás diákok olyan iskolai projektekkel vagy egyéni innovációkkal készültek a tárlatra, amely egyben egy verseny is, amik a természettudományokhoz kapcsolódnak. A Cucor Gergely gimnáziumból több csapat is érkezett. Ez egy úgynevezett Fandengraph generátor,
szikrákat lehet vele készíteni, és olyan elven működik, hogy tekerünk egy gumiszalagot, és a két henger között az üvegcsövet feltölti elektromossággal, amin egy ilyen úgynevezett ilyen fogas fémlemez leveszi róla a töltéseket, és ezt az elektromos töltéseket erre a rácsra generálja, és hogyha földelést, kezet, vagy bármi ilyesmit, hogyha oda teszünk, akkor ezzel szikrát tudunk készíteni. Volt olyan állomás, ahol egyszerre 4 kísérletet mutattak be. Ez a pálya volt például a Hot Wheels elődje, de más érdekességeket is találtak a fiatalok iskolájuk fizika szertárában. Hogyha elengedjük a testet, akkor a forgatónyomaték, a testre ható forgatónyomaték lefele fogja forgatni viszintes irányba a felfüggesztéssel a kereket. Azonban ez nem így lesz, hogyha a kereket megpörgetjük, ugyanis akkor a keréknek perdülete lesz, amely befolyásolja ezt a folyamatot. Ez a perdület egy vektormennyiség, aminek ugye iránya van, és ezt a jobbkéz-marok szabály alapján lehet megállapítani, ami úgy történik, hogyha megpörgetik a kereket, akkor erre hat a súlyerő, és akkor erre foghat, tehát ez lesz a perdületnek az iránya, és mivel a forgatónyomaték hat kifelé, a forgató hatás pedig lefelé forgatná a testet, ezért fog megpördülni, amit precessziónak nevezünk. A Kazinczy Ferenc gimnázium csapata pedig majd másfél hónapig dolgozott ezen a különleges találmányon. Ez egy szélcsatorna, amit nem tudom, mondjuk Forma 1-es autók aerodinamikai tesztelésénél használnak. Annak egy ilyen, hát kicsit DIY-osabb megoldása. Itt van egy ilyen beömlőcső, amin vannak kicsi fúvókák. Itt egy szívóventilátor, és itt pedig egy ilyen levegő kiegyenesítő szívószálak, mert a ventilátor alapvetően csavarva húzza a levegőt, ami nekünk nem jó, mert egyenesen kell. Építettünk ilyen vizsgálati tárgyakat, aminek meg lehet nézni a áramvonalasságát, berakjuk, el kell szívni a ventilátor kifele, és a füstöt fölé tartva, mivel a hátul le van zárva, ezért főleg itt megy be levegő, elkezdi szívni, és így látszik az, hogy hogyan áramlik a levegő különböző tárgyak körül. Az idén 10 éves kísérlet bazár vásári forgatagot megidéző hangulatban innovatív és játékos módon népszerűsíti a természettudományokat és a Széchenyi István Egyetem műszaki képzéseit. Egy igazi autentikus olasz étellel folytatódik a héten a Győr Plusz Televízió népszerű Panír című gasztronómiai műsora. Kokszla séf ezúttal azt mutatja meg, hogyan készül a sajtos burgonyás húsgombóc. Ez az egészen könnyen és gyorsan elkészíthető fogás egyrészt nagyon ízletes, másrészt pedig néhány egyszerű alapanyagból összedobható. Mutatjuk röviden, hogyan készül Kokszla séf különleges húsgombóca. Allora tutti, ahogy szokták mondani az olaszok, és a mai adásban nem más, mint egy iszonyatosan nagyon finom nagymamám húsgombóca fog elkészülni. Egy örökzöld fogással készül Kokszla séf Panír című műsorunkban. Nem csak az olaszok, mi magyarok is imádjuk a paradicsomos húsgombóc különböző variációit. Lehet készíteni marhából, csirkéből, sertésből, akár halból is, de én marhából fogom elkészíteni. Egy kis friss paradicsom, egy kis paradicsompüré, mozzarella, reszelt sajt, burgonya, só, bors, cukor, bazsalikom, olívaolaj, egy kis zsemlemorzsa. A friss fűszerek és paradicsom feldobják az ételt, amit többfajta sajttal tehetünk még finomabbá. Itt, ami nálam az asztalon van, durván egy ilyen 40 dek a marhahúshoz teszek 2 darab burgonyát. Attól függ nyilván mekkora a burgonya, kisebb, akkor 3-at. Egy kicsi kis mozzarella, lehet reszelt mozzarella, lehet egész mozzarella, lehet szeletelt mozzarella, tényleg mindenkinek ami a kedve. És ez a 40 deka marhához körülbelül egy tojást fogok felhasználni, amit majd hozzá fogok adni, illetve egy kevés reszelt sajtot, tehát ez a tényleg a sajtos húsgombóc álom, így is hívhatjuk. A serpenyős olasz húsgombóc elkészítését könnyen megtanulhatják, a csütörtök este megnézik a 19 óra 25-kor kezdődő Panír című műsorunkat. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, szerda este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.